Sziasztok, ez a Pergamenrehány szavak csatornája, és ma teljesíteni fogom Just a Bookie Soul kihívását, vagyis a 7 főbűn. Nagyon-nagyon sok bookteget töltöttem már ki, és mostanában nem is találok újabbakat, úgyhogy nagyon sokszor én magam szoktam gyártani ezeket, és azokat töltöm ki, mert egyszerűen nem találok olyat, amiben van valami újdonság, vagy ami kapcsolódik egy adott eseményhez, vagy ünnephez, de valami újat nyújt, és valami új dolog alapján rendszerezi a könyveket. Amikor még blogformában működött a Pergamenrehány szavak, akkor összesen 29 teget töltöttem ki. Just a Bookie Soul a 7 főbűn tagre hívott ki, amit már szintén kitöltöttem, de úgy gondoltam, hogy ez már egyébként nagyon régen volt, több éve, ezért most újra kitöltöm, és meglátjuk, hogy mennyi változás van a kettő között. A régit megtaláljátok lent a leírásban. Nézzük is! Kapzsiság! Melyik a legolcsóbb könyved, és melyik a legdrágább? A legolcsóbb könyveim a Fable könyvek, ebből nem mindegyiket piacon vettem, de a legeslegtöbbet ott, mert ebben az időszakban, amikor nagy Fable lázban égtem, akkor nagyon sokszor jártam piacra, és kiderült, hogy az összes Fable könyvet meg lehet venni pár száz forintért, szóval ilyen 100-tól 500 forintig, de ez látszik is azon, hogy hogy néznek ki, például megmutatom a legcsúnyábbat, ami itt össze van ragasztva, nem tudom, hogy látszik-e. És hát... nem néz ki valami jól. Ezt például már pont olvastam, és nagyon jó volt, és valamiért nagyon tetszik, hogy ennyire régi kiadás, és hogy ennyire használt, mert persze az ember, hogyha sok pénzt kiad egy használt könyvért, akkor úgy van vele, hogy legyen legalább normális minőségű, de én a Fable könyvekben nagyon szeretem azt csinálni, amit egyetlen más könyvvel sem teszek meg, csak a Fable könyvekkel, hogy behajtom a csücskét annak az oldalnak, amiben nagyon-nagyon jó poém, vagy nagyon-nagyon jó életbölcsesség található. Ezt még egy Fable rajongó és rám átragasztó barátnőmtől tanultam, aki így bejelölte a Fable könyvekben a kedvenc részeit, és sokat olvastam az ő könyvei közül, és nagyon jó volt, hogy mindig bejelölgettük ezeket a részeket. Úgyhogy a Fable könyvekkel ezt szoktam csinálni, és nem bánom, hogy ilyen kis csúnyácskák a polcomon, mert valamiért egyedi a hangulatuk, meg az illatuk is. Ehhez képest a legdrágább könyvem az valószínűleg a polcomon az S, amit ugye biztosan tudtok, hogy miért olyan különleges, mert ez a Tízeusz hajója című könyv. Van ez az alapkönyv, ami úgy van beállítva, mint egy könyvtári könyv, és ebben vannak jegyzetek, meg mindenféle plusz cucc, ami által kiderül majd egy nagy rejtély az íróról. Hoppá! Szóval a lényeg az, hogyha megveszitek ezt a könyvet, 9000 forintba kerül, egyébként én ajándékba kaptam, de hogyha megveszitek, akkor egy, ne várjatok tőle óriási csodát, mert én élveztem, de nagyon sok mindent nem értettem, mert annyira sok jegyzet van benne, és mindegyik más időben keletkezett, és nem tudja senki, hogy hogy kéne jól olvasni ezt a könyvet, hogy mindent megérthessünk. A lényeg az, hogy a cuccok, az ami benne van, ne mozdítsátok el. Mert utána azt vissza kell rakni, hogyha kiszeditek, és ilyet inkább ne csináljátok, mert azt visszakeresni neten, angol oldalakon, hogy mégis hol volt az a cucc, és hol lesz esedékes elővenni, az kicsit nehéz, plusz lehet, hogy lelő dolgokat előre. Ez egy nagyon drága könyv volt, de én imádom, ahogy kinéz, és imádom az ötletet is, és hiába nem 100%-os, egyszer újra elő fogom venni és végigolvasni, mert biztos vagyok benne, hogy ez egy egyedi könyv, ami igazából nekem megérte a pénzt. Második, harag. Melyik íróval állsz, utálom, szeretem viszonyban? Hát, annó emlékszem, hogy ez a Ne érincs sorozat volt Tahereh Mafitól, mert akkor olvastam, és nagyon akartam szeretni, és ugyanennyire utáltam is, mert néhol nagyon gagyi volt. Na most, újabban azt tudom mondani, hogy ez az arab. A Ne érincsnél például nagyobb volt a szeretem rész, de csak azért, mert az utolsó részek nagyon ütöttek, és nem számítottam arra, ami fog történni. És az arabnál az utálom rész a nagyobb, mert én mégiscsak azt mondom, hogy nem szeretem Borsa Brown arabját, és hogy nem fogom tovább olvasni a sorozatot. A Ne érincset ezzel szemben végigolvastam. És hát voltak benne jó pillanatok az arabban, és ezért mondhatom azt, hogy utálom szeretem viszonyban voltam vele, mert néha bele tudtam merülni, és úgy voltam vele, hogy ez az, most akkor el fog kapni a fonala az egésznek, és aztán végül mégiscsak úgy voltam vele, hogy Szóval ez lenne az a könyv, amivel most utálom szeretem viszonyban voltam. Harmadik, falánkság.
Mely könyvet faltad örömmel újra és újra minden megbánás nélkül? Ugye tudjátok, már nem kell elmondanom, hogy nem szoktam könyveket újraolvasni, és hogyha olvasok is, akkor annak valami igazán jónak kell lennie. Egyébként ez mostanában kezd megdőlni, mert a Burokon kívül, amit háromszor olvastam újra azóta, mióta életemben először a kezembe került, na, elolvastam már kétszer vagy háromszor az Alkonyatot is, ugye? Most úgy vagyok vele, hogy bármikor elolvasnám újra a Narniát, mert azt biztos, hogy elő fogom még venni, és valószínűleg a gyerekem fogom majd felolvasni. Ezen kívül az említett S vagy Est is el fogom még olvasni, mert mindenképpen érdekel, hogy mit tud adni második olvasásra. A Semmit biztos, hogy el fogom még olvasni Zsentelertől, mert egyrészt vállaltam, hogy felolvasom, ami mostanában egy kicsit elapadt, mert nincsen rá időm, de akkor biztos újraolvasnám, illetve biztos vagyok benne, hogy egyszer még a kezembe veszem. És most azt mondanám, hogy az Outlander-t is egyszer újraolvasnám. Ugyanígy vagyok a gyerekkori könyveimmel, mert hogy van nekem egy nagyon kedves gyerekkori könyvem, amit már nagyon-nagyon régen nem vettem a kezembe, és most, hogy ide költöztettem az összes könyvemet, a kezembe vettem, ez az Öcsi és a repülő bácsika, és ezt tervezem újraolvasni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz furcsa. Negyedik, lustaság. Melyik az a könyv, amelyet elhanyagoltad lustaságból kifolyólag? Hát nem is azt mondanám, hogy lustaságból, de hogyha egy könyv nem tud annyira megfogni, hogy végigolvassam, akkor azzal nem szabad tovább próbálkozni, mert csak saját magamnak fogok rosszat tenni. Ilyen volt a Gyengéd, mint a farkasok. A Gyengéd, mint a farkasokat mindig emlegetni szoktam, mint olyan könyvet, ami kifogott rajtam. Jó, persze, más könyveket is leraktam már egyébként, sok mindent nem olvastam végig, például az Anna Kareninát sem, pedig én imádom. Filmben is, színdarabban is, már sajnos nem volt hozzá türelmem. Na és akkor visszatérve a Gyengéd, mint a farkasokra, én ezt a könyvet jó hiszeműen megvettem akkor, amikor még vöröspöttyös könyveket olvastam, tehát láthatjátok, hogy úgy gondoltam, hogy én már elég érett vagyok ahhoz, hogy túllépjek ezeken, és végre aranypöttyöseket olvassak. Megvettem ezt. De csak azért, mert tetszett a címe, és akkor még úgy gondoltam, hogy majd vérfarkasokról fog szólni, de nem. Ez egy krimi, nem tudom, hogy skandináv krimie, de nekem nagyon olyasmi a hangulata. Egy ilyen kis eldugott faluban játszódik, és nagyon érdekes egyébként, farkasokat ölnek és nyúznak meg ahhoz, hogy pénzt szerezzenek, és akkor egyszer csak eltűnik az egyik nőnek a fia, illetve ezzel egy időben pedig egy vadász meghal. És akkor én odáig jutottam a történetben, hogy elkezdi keresni egyedül ez a nő a fiát, aztán kap segítséget, és akkor így vándorolnak a nagy semmibe a farkaslakta helyeken, és akkor keresi, hogy mégis hova lett a fia, meg éle egyáltalán. És ezen nem jutottam túl soha többé, mert egyszerűen leraktam, és egyébként a történet még most is azt mondom, hogy érdekes lenne, csak akkor valamiért nem kapott meg. Azóta már legalább háromszor kezdtem újra, csak hogy inkább onnan kéne folytatnom, ahol abba hagytam, mert így mindig abba hagyom hamarabb, mert hogy már annyiszor olvastam az elejét, hogy már az kívülről megy. Úgyhogy valószínű, hogyha egyszer lesz türelmem és végre végigolvasom ezt a könyvet, akkor a közepétől fogom végigolvasni, mert addig eljutottam, és tudom, hogy nagyon sokan szeretik ezt a könyvet és jónak tartják, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok a végére, mert igazából lehet, hogy ez egy nagyon jó krimi. Ötödik, büszkeség. Melyik az a könyv, amiről beszélni szoktál, ha nagyon intellektuális olvasónak akarsz tűnni? Hát nekem van ilyen egyébként. Már pedig azért, mert a Miskolci Egyetemen, bölcsész szakokon nagyon sokszor felmerülnek bizonyos olvasmányok, amik már túlmutatnak a magyar kötelező olvasmányokon, amiket a gimiben kell végigolvasni, és én emelt magyaros voltam, és drámatagozatos, ami azt jelenti, hogy drámákat is olvastam, és még plusz műveket az emelt magyarhoz, és még így is akkora hiányosságom van ezeknek a műveknek a terén, ezek szépirodalmi művek, hogy mindig elszégyellem magam. Nagyon sokszor örülök, hogy ennyi drámát olvastam, és ennyi színházi előadást láttam, mert sok mindenhez hozzá tudok szólni, de még így is hiányosnak érzem a tudásomat, és ezért azokat szoktam kiemelni ehhez a részhez, amikkel már volt jó tapasztalatom. Például, hogyha egy tanár megkérdezte, hogy valaki olvasta-e, akkor én azt tudtam mondani, hogy igen. Ez szerintem nem menőzés vagy ilyesmi, egyszerűen csak örülök neki, hogy ilyen élményekben lehet részem. Ilyen például Vörös Sándortól a Psziché, ezt már sokszor említettem, de még mindig azt mondom, hogy egy óriási élmény, hogyha az ember ad neki időt. Aztán olvastam most, azt hiszem, hogy még idén a Virágot a Zsernonnak, vagy Algernonnak,
című művet, most újra nézem a jó barátokat is, említették benne. És minden olyat, amit említenek egy sorozatban, azt úgy örülök, hogy meg tudom érteni, mert általában egy vicchez köthető, és hogyha nem olvastad a művet, akkor nem érted a viccet. Ugyanezért fogom elolvasni nem sokára a kisasszonyokat is, mert hogy szerintem mindenki ismeri azt a részt a jó barátokból, amikor Joey elkezdi olvasni a kisasszonyokat. Aztán ilyen még mondjuk a közöny, ez például nagyon sokszor előjött, mivel hogy filozófiás voltam, és például még ilyen a bűn és bűnhődés is, a teljesség igénye nélkül, de ez is egy olyan alapmű, amire azt mondják, hogy mindenkinek egyszer el kell olvasni, de azért nagy türelem kell ahhoz, hogy egy bűn és bűnhődést végigolvasunk. Nekem annó volt, és ennek nagyon örülök. 6. Bujaság. Mely tulajdonságokat találod legvonzóbbnak egy férfi per női karakterben? Én megnéztem, hogy mit írtam annó, és most is ugyanazt tudom mondani, hogy azelőtt nagyon-nagyon sok klisés, egy sémára felépülő romantikus könyvet olvastam, és hát egyre jobban kezdek ebből kinőni és eltérni, mert ugyanígy a főszereplők és az összes szereplő is klisés. Fel lehet húzni egy sémára, hogy hogy fog kinézni a csodálatos, teljesen tökéletes férfi karakterünk, aki közben valamiért megközelíthetetlen, és nem lehet együtt a szeretett nőnkkel, aki szintén csodálatos és szexi és kedves és alávetett. Minden könyvben vannak ilyen sémák, és nagyon szeretem a különlegesebb karaktereket, vagy az olyan karaktereket, akik nem a végletek emberei. Szóval én ezeket a karaktereket szeretem, nőiben meg férfiben is. 7. és utolsó irítség. Mely könyveket szeretnéd a leginkább megkapni ajándékba? Jelenleg, amit a leginkább meg szerettem volna kapni, az a Minden szív kaput nyit, de pont most kaptam meg a Fumax kiadótól, és így most már ezt lehúzhatom a listámról. Ami még érdekel, az a Drakul, ami a Drakulának egy ilyen előtörténete, de az a baj, hogy én a Drakulát még csak nem olyan régen olvastam, és nagyon-nagyon nehéz volt olvasnom valamiért. Fogalmam sincs miért, de borzasztó sokáig tartott, mire én ezt elolvastam, és ezért nagyon félek ettől az előtörténettől, mert érdekel is, de hogyha annyira lassan fogok vele haladni, mint a Drakulával, akkor lehet, hogy inkább nem fogok bele. És még például mostanában szeretném elolvasni a Schopenhauer terápiát, szerintem ez is én nekem való könyv lenne, egyszer majd meglátjuk. Ennyi lenne mára ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, én most senkit nem hívnék ki, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!